Jó reggelt kívánok, 2021. március 26-án, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ennek a hétnek az utolsó munkanapjához érkeztünk. Nem tudjuk azt, hogy a templomok meddig lesznek zárva, mit javasolnak. Azt már látjuk, Urunk, hogy a digitális oktatást meghosszabbítják, bár azt sem tudjuk pontosan, hogy meddig. Urunk, mindent a te kezedből szeretnénk venni. Hálát adni neked azért, amikor jó dolgok történnek velünk, és könyörögni hozzád akkor, amikor úgy érezzük a te ítéleted, vagy valamilyen rossz dolog, amelyet megengedsz, ér utol bennünket. Kérünk Istenünk, add, hogy mindig te hozzád méltóan tudjunk viselkedni, szólni, cselekedni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te önként vállaltad a keresztet. Add, hogy megértsük ennek a fontosságát, és indítsa ez olyan hálára a szívünket, hogy hálából tudunk olyan életet élni, amely kedves te előtted. Segíts minket, kérünk erre, ezen a mai napon is. Szent Lélek Isten, légy közöttünk. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, a János írása szerint való evangélium 18. részének az első 11 versét a következőképpen. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig, tudva mindazt, amire elvár, előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik Jézus, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok, ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard. Azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az atya adott nekem? Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, Jézus elmondja a főpapi imádságot, imádkozik az övéiért, és utána a akkori kor szokásának megfelelően az utolsó vacsora, a páska vacsora után kimennek egy kertbe, egy kedves helyre. Egy olyan helyre, ahol szívesen összegyűltek, amely mondhatjuk törzshelyük volt, ahová együtt szoktak járni, imádkozni, amely ismert a tanítványok számára, és így Júdás számára is. Nem is annyira fontos, hogy hol van ez a kert. Egy lelkész ismerősöm elmondta, hogy amikor voltak Izraelben, akkor megnézték a Gecsemáné kertet, és a nagy turista nyüzsgés és turista forgalom a különböző emlékhelyek miatt azt mondta, hogy ő igazából nem úgy képzelte el. És volt egy tapasztalt idegen vezető, aki ezeket a lelkészeket, ezt a lelkészekből álló turista csoportot vezette, és azt mondta, hogy ha gondolják, akkor tud nekik olyat mutatni, ami hasonló lehetett ahhoz, mint amilyen a Gecsemáné kertje volt eredetileg. És nem sokkal kellett odébb menni, ahol tényleg volt egy olyan kert, ligetes, árnyas, kisebb fákkal tarkított kert, ahol nem nyüzsögtek a turisták, ahol lehetett csendességet tartani. Sokszor ez így van a mi életünkben is. Egy kicsit odébb kell menni. Nem oda, ahol a nyüzsgés van, amit a turistáknak mutogatnak, hanem egy kicsit félrehúzódva elcsendesedni. Ugyanakkor arra az ismert helyre,
ahol Jézus összegyűlik a tanítványaival, jön Júdás és hozza magával a kétféle katonaságot. Az egyik volt a római, amelyet így olvasunk, hogy a katonai csapat, egy kohorsz, a másik pedig a templom szolgák, amelyek tulajdonképpen a templom őrséget jelentette. Oda mennek, és el akarják fogni Jézust. A tanítványok nem tudják, hogy mi fog még történni, viszont nagyon beszédes az, amelyet így olvasunk, Jézus pedig tudva mindazt, ami rá vár. Jézus tudja mindazt, ami rá vár, és éppen ezért elébe megy az eseményeknek. Nem elszenvedője, hanem megengedője mindannak, ami történni fog vele. Amikor odaáll eléjük, akkor megkérdezi, hogy kit kerestek. Itt pedig elmondják, hogy a názáreti Jézust is. Megint az a döbbenetes én vagyok kifejezés hangzik el, amiben erő van, ami Istennek a teremtő igéje. Azt olvastuk, ezzel zárult a főpapi imádság, hogy megismertettem a te nevedet, és meg is fogom ismertetni a te nevedet velük. Isten neve a létezés. Itt ugyanez kerül kifejezésre abban, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok. Olyan erő, olyan hatalom van benne, hogy azok, akik el akarják fogni Jézust, visszatántorodnak és a földre esnek. Micsoda erő, micsoda hatalom kellett ahhoz, hogy az ige, amely kőszálként megáll, a földre kényszerítse az őt elfogni akaró hatalmat. Isten igéje mind a mai napig ilyen erő. Nem lehet bezárni, nem lehet úgy térdre kényszeríteni, mint ahogy azt a világi hatalmasok gondolják. Mert Isten Isten, az ember pedig ember marad. Persze ott van Péter, akiről azt mondtuk, hogy fogadkozott korábban, hogy ha meg kell halnia Jézussal is, akkor is vele tart, és most ez bizonyítja, hogy ő nem csak hang ember, hanem tettekre is kész, előkapja a kardját és lesújt vele. Ez a kard valószínűleg egy tör lehetett egy olyan körülbelül 30-40 cm hosszú pengével, amit a ruha alatt vagy a ruhának az ujjában elrejtve tudtak hordani magukkal azok, akik úgynevezett szikáriusok voltak. Ők voltak azok, akik mindig hordtak maguknál egy tört, biztos, ami biztos, hát ha egyszer meg kell védeni magukat, vagy éppen meg kell támadni valakit. A fényképen, amelyet ide betettem, szerepel nem egy tör, hanem egy bajonett, egy CZ gyártmányú bajonett, amelyet az iskolának a építésekor találtunk, az azt megelőző romnál, így ez az iskola tulajdonát képezi. Ennek van hüvelye is, és viszonylag szépen sikerült felújítani. Valami hasonlóval mászkáltak ezek a szikáriusok, ma talán bicskásoknak neveznék őket, akiknek biztos, ami biztos mindig ott van. Nem feltétlen azért, hogy harcoljanak, de ha kell, akár arra is képesek lennének. Egyik oldalról ott van Júdás, és a katonaság, amelyik el akarja fogni Jézust. A másik oldalon pedig ott van Jézus és Péter. A valódi és a tanítványok. A valódi harc azonban nem e kettő között zajlik, hanem a között, amit Jézus a végén mond. Tedd hüvelyébe a kardodat, vajon nem kell-e kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem. A buzgóság kardja találkozik a harag poharával. Buzgóság kardja versus harag pohara. A kettő egymás ellen. Mi a harag pohara? Az Isten haragjának a pohara, hogy ő haragszik a bűnre, amelyet ki kellett az Úr Jézusnak ahhoz innia, hogy bűn bocsánatunk legyen. Érted és értem, issza ki azt a poharat. A buzgóság kardját félre kell tenni, mert a harag poharát az Úr Jézus kiissza mindannyiunkért, vállalva a szenvedést, vállalva a keresztet, a megaláztatást, a halált. Mert így szereti Isten a világot, téged is, engem is. Tedd hát hüvelyébe kardodat, gondolj a harag poharára, és adj hálát ezen a mai napon. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te kiittad értünk a harag poharát, mert mi erre nem lettünk volna képesek. Köszönjük, hogy van nálad bűnbocsánat és örök élet. Kérünk, ezért hálából tudjuk a te szeretetedet továbbadni.
Áld meg, kérünk, egész hétvégénket. Virág vasárnap közeledik, és aztán a nagy hét és a húsvét. Urunk, ha kedves te előtted készíts, élő találkozást te veled. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ne felejtsék el a kedves testvérek, hogy vasárnap óraátállítás, ez azt jelenti, egy órával kevesebbet fogunk aludni, cserébe egy órával tovább van világos. Mindenkinek áldott hétvégét és áldott virágvasárnapi bevonulást kívánok.